A legutóbbi 10 évvel ezelőtti hivatalos adatok szerint Szabadka község területén 2500 roma származású polgár él, de becslések szerint a számuk valójában eléri a 4000-et. A szabadkai önkormányzat a NÁLET programjához csatlakozva a község területén élő romákat felvilágosította a koronavírus elleni védekezésről, illetve az oltás jelentőségéről. Emellett szájmaszkokat, tisztálkodási csomagokat osztottak ki nekik. A roma lakosok közmunkára is jelentkezhettek. Az elismerést ezen tevékenységek miatt érdemelte ki a város. 88 személy jelentkezett Szabadka községből, és hát elég sokan elhelyezkedtek. Abból most 4 személy van állandó munkaviszonyban, ők is szintén Csantavéren a közvállalatnál dolgoznak, de máshol is elhelyezkedtek. A NÁLET projektje a hátrányos helyzetekben lévő csoportokra, ez esetben a roma kisebbséghez tartozókra összpontosított. A cél az volt, hogy javítsanak az életminőségükön, illetve gazdaságilag megerősítsék őket a járványhelyzet idején. Nastojali smo da ovim projektom poboljšamo njihov položaj pre svega kroz mere radnog osposobljavanja i radne inkluzije i u okviru projekta smo sproveli meru zajedno za zajednicu, odnosno to je mera sprovođenja radova od javnog interesa u 6 gradova i opština kojom smo angažovali 240 pripadnika romske zajednice. Szerbia jövőre 6,5 milliárd dinárt fog fordítani aktív foglalkoztatás politikai intézkedésekre, mondta el az eseményen Darija Kisić Tepavčević, szerb munkaügyi és szociálpolitikai miniszter. Ukupan broj Roma koji su uključeni u mere aktivne politike zapošljavanja koje podrazumijevaju direktnu finansijsku podršku u ovoj godini je bio 1980, koji su podrazumijevali mere dodatnog obrazovanja i obuke, subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih, zatim subvencije za samozapošljavanje kao i subvencije koje su namenjene za osobe sa invaliditetom. Takođe u mere koje podrazumijeva direktno traženje radnog angažmanja u takozvane nefinansijske mere bilo je uključeno 3348 lica. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásába jelenleg 28.954 roma származású polgár van bejegyezve. Ez országos szinten a munkanélküliek 6%-át teszi ki, mondta el Darija Kisić Tepavčević. Szerbiában egyébként mintegy 150 ezer roma származású polgár él, de a számukat sokkal többre becsülik. Sokan közülük ugyanis nem vallják magukat romának, mivel tartanak a megbélyegezéstől és az ezzel járó nehézségektől.